Én azt hiszem, hogy sikerült minden praktikus információt elmondanom, legalábbis remélem, és akkor elkezdenénk a mai programot, és az első előadásra szeretném fölkérni Kassai Szúr Dominikát, aki építész, és aki majd el fogja mondani, hogy milyen módon kapcsolódott egyrészt Pomászhoz, másrészt, hogy mi az az építészeti elemprogram, ami a helyi értékekhez és ez a kérdéskörhöz elvezet bennünket. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket. Kassai Szúr Dominika építész vagyok, illetve negyedik gyermekünk megszületéséig főépítészként tevékenykedtem Budakalászon, illetve a Pilis térségben több kisebb községben. Illetve amiről beszélni fogok, az arculati kézikönyvek, a regionális kézikönyv, főépítészi tevékenységem, ezért tavaly Weber Antal díjat kaptam a Pest megyei építész kamarától, szerzőtársammal közösen Dénes Eszterrel. És akkor engedjék meg, hogy ne üljek, és akkor úgy megtartanám az előadást. Ott van Gomez Vattai. Igen, köszönöm. Tulajdonképpen az arculati kézikönyveknek a célja egyfajta szemléletformálás, és az, hogy miért van erre a szemléletformálásra szükség napjainkban, én úgy hívom, hogy sajnos az 50-es évektől elkezdődött egy lelket vesztett építészeti irányzat. Ugye teljesen más, amikor itt vagyunk a Vattai kastély környezetében, vagy egy lakótelepi környezetben, és úgy gondoljuk nagyon sokan a szakmánkban, hogy ezt a vonalat segíteni kell mind az építetők számára, mind az építészek számára egy szemléletformálással. Szeretnék példákat mutatni, ugye meg lehet mondani mindegyik épületről, hogy mely korszakban építették. Ugye az 50-es, 60-as években tömegével ontották a kockaházakat, aztán következtek ennek a kétszintes változatai, majd a 90-es, 2000-es években betört hozzánk is a mediterrán stílusú épületeknek a tömkelege, és sajnos napjainkban ez a szürke, lelketlen, a háztető is szürke, minden szürke, kocka, nincs teteje, jellegű épületek formálják az utcákat. A lényeg az, hogy ugye a ház haszna, a belső terek, az a gazdának a területe, a látvány viszont a közösségé, az mindenkié. 2016-ban Budakalászon az akkori polgármester úrral és Rogán Lászlóval, illetve Túri Attila főépítész úrral elindítottunk, én akkor referensként dolgoztam még Kalászon, egy kezdeményezést, hogy itt a térségben 23 települést összefogva polgármesterek, főépítészek részvételével egy közös megegyezés született, hogy szükség lenne egy ilyen szemléletformáló kiadványra. Erre nagyon jó külföldi példák vannak, ír példák, ez egy erdélyi példa, illetve az ír példa alapján született a Balaton felvidéki építészeti útmutató. És ezeket az összejöveteleket, amelyen mindegyik település ott volt, tehát igen szép számmal részt vettünk, a miniszterelnökségtől az építésügyi és építészeti helyettes államtitkárság védnökölte, és valami ebből az egész szellemiségből eljutott hozzájuk is, mert 2016-ban egy próba munkát indítottak el négy település részvételével, Budakalász, Csomád, Piliscsaba és Hódmezővásárhely volt ebben a próbamunkában benne, amikor is az arculati kézikönyveknek kidolgoztuk az alapját, hogy mi legyen az a tartalmi követelmény, ami alapján majd minden település a sajátjára
készülheti el. Tehát egy térségi kézikönyv helyett minden településnek magának kellett elkészítenie. Ez a közösségi együttműködés továbbra is működött, mert az arculati kézikönyvek készítésében, illetve a hozzájuk kapcsolódó jogi szabályozás, a településképi rendelet készítésében összejöttünk többször, és együtt készítettük főleg a rendeleteket. Itt vannak a térségnek a kézikönyvei, ebből több könyvet, többek között Pomáznak is mi készítettünk, de természetesen mások is készítettek a térségben ilyen kézikönyvet. Ízelítőül a kalászi kézikönyvet így bemutatnám, illetve lesznek olyan részek, amikor a térségből más kézikönyvek ábraanyagát is betettem, hogy ki hogy fogalmazott meg egy-egy témakört benne. A pomázi kézikönyvet pedig főépítész asszonyához hozta, és meg lehet majd nézni papírformában is. A térségi összefogást jelezvén minden kézikönyvbe bekerült Budakalász átadta a bevezető részt, ami a Pilis-Dunakanyarról szólt. Be kellett mutatni ezekben a könyvekben a természeti értékeket, az örökséget, hogy mégis honnan indul ki annak az adott településnek az íze, a világa, hogy milyen a mai arculata. Adtunk jó tanácsokat az építkezőknek benne, mire figyeljenek a ház elhelyezésénél, milyenek a részletképzések, milyen, amikor homlokzati hőszigetelés, ez most csak a teljesség igénye nélkül csak szemezgetek belőle, hogy milyen ötletekkel segítettük. És az elsősorban ugye az építtetőknek, tehát a hétköznapi embereknek készítettük, tehát a megfogalmazása, az ábraanyag, a fotók, minden erről. Szóval például itt van a telepítés, hogy hogyan kell domboldalban, vagy éppen nem megfelelően elhelyezni egy épületet. Ez a csobánkai tagból ugyanaz a kérdéskör, a Tahitótfalusi arculati kézikönyvből, magasságtetőforma, kockaházakat hogyan lehet korszerűsíteni, miért ne a mediterrán, miért inkább a magyar háztípust, annak is mi a bája, a kertekre, és akkor rengeteg fotóval illusztrálva, hogy az értéket hordozó épületek milyenek, a lelket vesztett, én csak így hívom, hogy lelküket vesztett épületek helyett. Térségből példák, dömösi példák is láthatóak voltak. Ugye a pipa a jó megoldás, a kereszt, az X az a rossz. Itt látható, hogy ez egy elég komoly csapatmunka volt. Dénes Eszter, Kedves Zsófia, Lukács Péter, ő építész, grafikus, ő készítette ezeket a gyönyörű ábrákat. A fotók Dénes György és Kedves Zsófi munkái. És hát a TK-ra, a településképi rendelet kapcsolódik ehhez a témakörhöz. Még ennek az alapja az arculati kézikönyv, ez egy elég nehéz műfaj, mert a szépséget kell jogszabályi keretek közé tennünk, és nekem, ugye ez 2017 óta él ez a jogszabály, és nekem az a tapasztalatom, hogy ott, vagy azokban az esetekben tud jól működni, amikor nincs túlszabályozva, tehát nincsen mindenhova egész pontosan megmondva, hogy ide csak zöld nyílászárót tetsz, vagy csak így telepítheted a házadat, vagy csak és kizárólag ilyen kerítésed lehet, mert nagyon sokszor a környezet, az illeszkedés, a hely, az mást, lehet, hogy mást diktálna, vagy ha pedig mindennek megfelel az az épület, tehát piros színű cserép van a házon, fehér a fala, de mégis valahogy nincs benne az a plusz, amit a környezet megkívánna. Tehát nem szabad túlszabályozni, nekem erről ez a véleményem, de vannak itt többen rajtam kívül, akik főépítészként ezt alkalmazták, bizonyára nekik is megvan erről a véleményük, de ebben a rendeletben van benne, ami kapcsolódik, és én azt mondom, hogy nem csak értékvédelemből kell, hogy beszéljünk, hanem értékmegőrzésről és értékteremtésről,
mert ugye épülünk tovább, és nem mindegy, hogy mi épül, de az értékteremtés, az érték megőrzésből indul ki az a gyökere. És ebbe a rendeletben foglaltatik benne a helyi örökségnek a védelme. Két jó példával szeretnék előállni a helyi értékvédelemre. Az egyik egy budakalászi példa. 2005 óta létezik Budakalászon, az egy képviselő testület minden évben bizonyos keretösszeget félre tesz arra a célra, hogy a helyi védelem alatt álló épületeknek a homlokzata megújulhasson, és az érték különbözet került támogatása, tehát nem az, hogyha valaki hőszigetelni akarja a védett épületét, hanem arról van szó, hogyha a régi, vagyis hát a régi két ablakot kibontották, betették az egy nagy tüzépablakot, és az új tulajdonos azt szeretné újra visszaállítani homlokzati díszekkel együtt, hogy két szép régi ablak, homlokzati díszek. Mondtam egy példát, és ez egy utófinanszírozású pályázat, a főépítésszel kell egyeztetni a terveket, és aztán a képviselőtestület tárgyalja meg, hogy melyik pályázati anyag alkalmas arra, hogy megkapja a támogatást. Most jelenleg 4 millió forint a keret erre, és meg kell jelölni, hogy mennyi összegre pályáznak, lehet, hogy megkapja az építettő azt, de egyébként maximum a beruházás értékének az 50%-át támogatja a testület. Ez a Budai úton található egy egyházi közösségi épület, ez is értékvédelmi pályázaton újult meg, illetve ez is a Budai úton, tehát a fő utcán található egy régi szép svábház, visszarakták a színes üvegeket a tornácajtó fölé, a vakolat architektúrákat visszaállították, a két szép ablakot is visszaállították, tehát ez egy sikeres pályázat volt. És Kisoroszi talán a legjobb példa a térségben, mert ők ezt úgy csinálták, ezt a falu rehabilitációs programot, hogy nem sok pénzt kapott egy-egy épület vagy tulajdonos, meg 200-250 ezer forint volt erre száma, viszont bevontak egy külső szakmai segítséget, aki nevezetesen Szili Boldizsár építész volt, aki azt csinált, hogy a felújításnál ott állt a kőművesmester mellett, és ha az nem úgy húzta a vakolatdíszt, akkor az ki lett javítva, tehát addig nem lehetett egy ilyen homlokzatot átadni, amíg az olyan nem lett, mint fénykorában. Bizonyára sokan jártak már Kisorosziban, magáért beszél ez a... Bocsánat. Oké. Jó, Budakalászon is a Budai úti bölcsödének a megújulása. Ez egy energetikai korszerűsítés volt, tehát nem arról van szó, hogy a hőszigetelést földobjuk, hanem ugyanez Dömösön a községház, ami régen a Melizán panzió volt. És az étakról nagyon röviden, gyorsan szeretnék beszélni, hogy a végül lehetőség nyílt arra, ez is egy ilyen projektmunka volt, hogy megvalósuljon a Pilisre, a 23 településre a térségi kézikönyv. Ez egy kicsit ugye léptékénél fogva másabb, mint az arculati kézikönyvek. Foglalkozik olyan dolgokkal is, ami összeköti a településeket, tehát az úthálózatok mentén megtalálható dolgok, milyenek legyenek a teresedések, vasútállomások, hévállomások épületei, hajóállomások, ugye, mert itt a Duna is fontos szerepet kap, kerékpárutak mentén a pihenőhelyek, turistautak mentén, ezek pont a turista zarándokházak, ugye, mert nagyon sok zarándok cél
pont van itt a Pilisben. Ezt annak idején, amikor készítettük ezt a munkát, minden önkormányzat megkapta, és egy határozattal elfogadta, illetve azok, akiknek esetleg nem készült el az arculati kézikönyvük, ha bár itt a térségben ilyenről nem tudok, őnekik ez hasznos lehet. És köszönöm szépen, hogy tisztelő figyelmet. És még annyit, hogy bocsánat, hogy azért az összefogásért Budakalászboró architektúra díjat kapott 2018-ban. Köszönjük szépen!